Füttyös Vilkó hármat szaltózott a levegőben, aztán nyekkenve huppant a friss tavaszi fűbe. Győztem, győztem! Hallatszott mellette a diadalmas kiáltás. Bereg Judit Nádtengeri rejtélyek című meséit is olvashatták csütörtök délelőtt az érsekkertbe látogató családok. A szökőkút mellett a szép időben ugyanis újra nyitotta a park könyvtár, ahol mintegy 500 kiadvány közül válogathattak az érdeklődők és a gyerekek. Panelba lapunk, és a gyerekeknek azért sokkal jobb idekint a levegőn, a szabad levegőn olvasgatni, illetve tudnak egy kicsit szaladgálni, rollerozni körbe, hogyha megunják, aztán visszacsücsülnek és nézegetik a könyveket. Nem ez az első alkalom, hogy a könyvtár a kiadványok egy részével települ ki a szabad levegőre. Itt nem csak olvasgatni, kölcsönözni lehet, hanem be is iratkozhatnak a fiatalok és idősebbek. Sokkal hangulatosabb, több embert elérhetünk, turistákat is, kirándulókat is, és megmutathatjuk azt, hogy milyen színes palettát kínálunk. Oda bentről kihozzuk mindazt, esetleg amit nem láthatnak azok, akik nem ismernek minket. Hozzátette, a szünidő alatt nyári diákmunkások segítik a könyvtárosok munkáját, ezáltal növelve a szolgáltatás színvonalát. A parkkönyvtár augusztus 25-éig van nyitva jó időben, minden hétköznap 10 és 12 óra között.